Székesfehérváron az Alba Pláza előtti téren ismertették a második reformkor európai parlamenti programját, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Vona Gábor, a pártelnöke elmondta, sikerült leadni az európai parlamenti választásokhoz szükséges ajánlásokat, sőt, többet is, ugyanis eddig összesen 25 ezer aláírást gyűjtöttek. Kiemelte, az európai parlamenti választás a második reformkor számára arról szól, hogy itthon tudják-e tartani, és távlatokat tudnak-e adni a magyar ifjúságnak. Ez nem csak róluk szól, hanem a szüleikről is, akiknek levennénk a válláról azokat a terheket, hogy hogyan indítom el a felnőtt életébe a saját gyermekeimet. Például a lakhatási programunkkal, amiben európai uniós forrásokat csoportosítanánk. Másrészt szól a nagyszülőkről is, akiknek az unokái sok esetben külföldre mennek, vagy éppen már külföldön születnek. Úgyhogy ez egy nagy generációs összefogást jelenthet. A második reformkor programjának címe Adjuk vissza az országot a fiataloknak, amelynek három pillér áll a középpontjában. Az egyik egy ökoszociális lakásprogram, amivel szeretnék meghonosítani Magyarországon az úgynevezett rent-to-own konstrukciót, ami azt célozza, hogy a fiatalok a bérlőből tulajdonossá válhassanak fokozatosan. A második pont az egy egészségügyi reform lenne, egy preventív szemlélettel, hiszen célunk az, hogy egy egészségügyi unió felé is elmozduljunk, ami egyébként a Covid óta létező szemlélet az Európai Unióban, de mi nagyon fontosnak tartanánk kiemelni ennek egyrészt a prevenciós előnyeit és azt a szemléletét, másrészt pedig behozni ebbe a mentális egészség kérdését is, hiszen a 21. században a megelőzést az már nem csak a fizikális egészségünknek a megőrzése jelenti, vagy nem csak a szűrővizsgálatokra való eljárás. A második reformkor harmadik programja egy korszerű demokrácia csomagot tartalmaz, amelynek két főpontja van. Az egyik a pártmentes önkormányzat, a másik egy online népszavazási javaslat, miszerint évente legalább egyszer három kérdésben megkérdeznék a társadalmat.